szenzációs! Tapsot neki! Egyébként nektek volt olyan játék annó még számítógépen, amikor kicsik voltatok, hogy ketten játszottatok vele? Aha! Mert nekünk volt a... talán a Doom, vagy nem is tudom melyik játék, vagy Duke Nukem, hogy én irányítottam, viszont a haverom volt az ugraugombon, meg a lövőgombon. Öcsémmel azt játszottam, hogy öcsémnek bekajáltattam, hogy ő is játszik, és én csináltam az egészet, és a bottal volt. Tehát ő a géppel volt el. Így vittük végig a Duke Nukemet, érted? Ez annyira gázi, visszagondolva, hogy ugye? Hogy lehet úgy játszani, hogy te irányítasz, a haverod meg ugrik, meg lő, meg nyitja az ajtót. Emlékszem, amikor Age of-ba játszottál a... Age of-a játszottál az öcséddel. Ott ugye lehetett ilyen bogyókat szüretelni, és mondtad, hogy azt a bogyós bokrot azt hagyd békén, mert hogy az mérgezett. És akkor tényleg mérgezett? Persze, megmutatom, hogy fogtad az ő parasztját, oda vitted a bogyóhoz, elkezdte szedni, nyomta egy deletet, meghalt. És akkor tényleg? Ez is komoly? Tudod, hogy kicsi gyerek még nem hitte. Így sunyi rátettem a dilit föl, és csináltam csak egy ilyet. Igen, de oda vitted az összes parasztját, és akkor... Megöltöd az összeset. Tomi. Múltkor itt van? Ha, Péter nem. Meg egy nagyon, hogy mondják ezt, nagyon átmenetileg Amerika kapitányának is gondolták a Will Smith-t. Igen. Bátrak. Ja. Hát meg a Pierce Brosnan az is egy fekát javasolt James Bondnak. Ráadásul azt hiszem, hogy amerikait. Egyébként azt néztem, hogy Pierce Brosnan óta eléggé sűrű váltakoznak a James Bondok, nem? Azért régebben mondjuk a Sean Connery sokkal tovább bírta. Hát figyelj, azért Daniel Craig is megér három részt. És előleg kettőre még leszerződött, én azt hallottam. Jó, de egyébként azt hiszem, hogy izé volt a legkevesebb ideig a Timothy Dalton, nem is tudom, az valami egy-két filmereink.